A Hévízi borünnep programsorozatához kapcsolódóan Neonparádé címmel nyílt kiállítás a múzeumban. Az interaktív tárlat a rock'n'roll történetébe enged bepillantást. Próbáltunk egy olyan kiállítást összeállítani, amely több nézőpontból közelíti meg ezt a témát. Egyrésztről begyűjtöttünk a magyarországi rock'n'roll képviselőitől különböző relikviákat, elsősorban fellépő ruhákat, szemüvegeket, ami ugye a kor egyik jellegzetessége volt, különböző kiegészítőket, illetve néhány személyes tárgyat, fotókat. Milyen különlegességeket láthatunk itt, kiktől láthatunk itt érdekességeket? Hát az egyik legérdekesebb darab talán Komár László fellépő ruhája. Ez egy aranyszínű fellépő ruha, amit Elvis Presley nyomán készítetett. A másik érdekesség Szikora Róbert fellépő ruhája, amit még a Hungária zenekarral való fellépései során viselt. A Népstadionban volt a Hungária együttesnek egy koncertje, és itt látható mellettem az a fellépő ruha, amelyet akkor Szikora Róbert ezen a koncerten viselt. Aztán a hátam mögött láthatók Dolly fellépő ruhái, a Hungária időszakból ez a piros ruha, amit a hátam mögött látszik, ez van, illetve hát a későbbi Dolly Rolos korszakból adott még néhány ruhát. Ebből a korszakból egy kicsi milliót is kialakítottak, ahol például különleges motorokat láthatunk. Mekkora gyűjtőmunka van minden mögött? Próbáltunk minél szélesebb körből összegyűjteni anyagokat. A kempingezés két okból köthető ehhez az időszakhoz. Egyrészt ugye a rock'n'rollhoz, mint életérzéshez hozzátartozik a szabadság, amit ugye Jack Kerouac fogalmaz meg oly szépen az Úton című regényében. És hát hol érezhette magát szabadnak egy keleti blokkban élő ember, mint egy kempingben? Ez az egyik ok, amiért ezt a kempinget választottam. A másik pedig az, hogy van a Hungáriának az első Hotel Mentol című lemezén egy szám, ez a Gyere, gyere, Juli, lesz egy remek buli a kemping területén. És úgy gondoltam, hogy akkor ez így nagyon szépen illeszkedik majd ebbe a gondolatmenetbe, és ezért választottuk ezt a kemping jelenetet, és hát próbáltunk minél több olyan tárgyat ide beilleszteni, amelyik ehhez a dologhoz kapcsolódik, és hát a látogatók nagy örömmel veszik tudomásul, hogy ilyen nekem is volt, a nagymamának is. Vajon hol lehet most a miénk? Mitől interaktív ez a kiállítás? Hát a kisteremben vetítünk klippeket a zenékről, aztán lehet tanulni, zongorázni rock'n'roll zenei alapokat, illetve meg lehet tanulni rock'n'rollozni. Kiknek az érdeklődésére tartott számot ez a tárlat? Hát úgy veszem észre, hogy a látogatók elég széles körben érdeklődnek, tehát az egész kicsi gyerekektől kezdve a nagymamákig mindenki kíváncsian kérdezi, hogy hol van a rock'n'roll történeti kiállítás, úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy jó választás volt. Akit érdekelnek a zenei csemegék, látogasson el a Hévízi Múzeumba, ahol október 4-éig megtekintheti a kiállítást.